Szerbiában a veszélyes hulladékot nincs hol megsemmisíteni, ezért az Európai Unióba kell szállítani. A tartományi környezetvédelmi titkárság kezdeményezésére 2011 nyarán Újvidéken megnyílt a lejárt szavatosságú gyógyszerek átvevő helye a Koszovói utcában. De mivel ott nem lehetett biztonságosan tárolni, áthelyezték egy Pappál utcai épületbe. Ott jelenleg 5 tonna gyógyszerészeti hulladék van, főleg régi orvosság. 2014-ben a gyógyszertárak nem kaptak kellő pénzt a költségvetésből az orvosságok külföldön történő megsemmisítésére. Értesüléseim szerint ennek a hulladéknak a kivitele kilogrammonként akár 5 euróba is kerülhet. Ebben az esetben tehát mintegy 15 ezer euróra lenne szükség. A helyzetet az is súlyosbítja, hogy a gyógyszergyárak nem tettek eleget törvényes kötelességüknek. A gyógyszergyártók nem tettek eleget annak a törvényes kötelességüknek, hogy a gyógyszertáraktól átvegyék a gyógyszerészeti hulladékot. A tartományi környezetvédelmi titkár elmondta, a hulladék megsemmisítésére szükséges pénz egy részét a 2015-ös költségvetésből biztosítják majd. De elvárjuk azt is, hogy ne csak mi segítsünk, hanem a város is pénzelje a gyógyszerek megsemmisítését, hiszen ezeket a területén gyűjtötték be, és az átvevőhely is Újvidéken található. Arra a kérdésünkre, hogy az újvidéki hatóság pénzelje majd az elévült gyógyszerek elszállítását, az illetékesektől csak azt a rövid választ kaptuk, hogy a törvény szerint nem a város hatáskörébe tartozik a veszélyes hulladék eltávolítása. Igen, fontos lenne kialakítani a gyógyszerészeti hulladékoknak az átvevő állomásáról való folyamatos elszállítási rendszerét, tekintettel e hulladék sajátosságaira. Külföldi kutatások eredményei azt mutatják, hogy a gyógyszerek igen ártalmasak a környezetre, mivel még az orvosságot szedő páciens vizelete is elegendő ahhoz, hogy génmódosulást okozzon a halaknál, ha a szennyvíz csatornán át beszivárog a folyóba. A szakemberek szerint az sem szerencsés megoldás, hogy a veszélyes hulladékot a város központjában tárolják. A tartományi titkár bejelentette, hogy a lejárt szavatosságú orvosságokat valószínűleg február közepétől ismét átveszik majd. A gyógyszerészek felkérték a polgárokat, hogy ha tehetik, addig se dobják a gyógyszert a szemétbe, hanem otthon őrizzék elzárva.